Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Antverpi Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola művészeti tagozatának rendhagyó tanévzáró ünnepségén. A művészet szó tágabb értelemben minden alkotó célú emberi igyekezetre vonatkoztatható. Gyakran felmerül, hogy lehetetlen meghatározni, mi számít művészetnek, mert az ennek eldöntésére használható szempontok szubjektívek. A művészet kortalan célja minden esetben az önkifejezés kell, hogy legyen. A művészet nem más, mint önkifejező eszköz, mely katartikus élmény nyújt. Ezt az élményt a jelenlegi helyzetben a szülők és a tanítványok az otthonaikban élhették át a digitális oktatás következtében. Új helyzet, új lehetőségek, új élmények jellemezték ezt az időszakot. Új és más szemszögből láthatták a szülők a gyerekeiket, a tanárokat, a tanárok a tanítványaikat, kicsit betekinthettünk egymás életébe. Tekinthetjük ezt egy digitális vizsgának, melyen mindenki kitűnőre vizsgázott. Köszönöm a szülőknek, a gyerekeknek és a tanároknak, hogy egyik pillanatról a másikra átálltak az új helyzetre, és sokszor erejükön felül oldották meg a feladatokat, készítették és küldték a felvételeket. Természetesen, ha az egész évet nézzük, és azt kell értékelnünk, akkor voltak versenyen szereplő és fellépő gyerekeink a tanév első felében. Az ő és felkészítő tanáraik munkáját nagyon köszönöm a magam és az iskola vezetés nevében. Most pedig fogadják szeretettel rövid műsorunkat, és tekintsék meg kiemelkedő tanítványainkat. Mindenkinek jó pihenést, feltöltődést, olvasást, kikapcsolódást, és sok-sok örömzenélést kívánok a nyári szünetre. Tanulni kell a nyári felhőt, a lobbanásnyi égi erdőt. Tanulni kell a mézeddiót, a jegenyefát és űrhajót. A hétfőt, keddet, pénteket, a szavakat, mert édesek. Tanulni kell magyarul és virágul, tanulni kell mindazt, ami kitárul. Ami világít, ami el, tanulni kell, szeretni kell.
kedves kollégáim! Különleges ez az évzárás, mivel az első online évzáró a művészeti tagozaton. Most összegyűltünk, hogy ajándékot adjunk át a zene, a tánc, a művészetek formájában, és egyben lezárjuk a 12. közös tanévünket. Vas Albert írta: alkosd és ápold a lelked, mint egy kertet, vigyázz az élet évszakaira. A sok munka után meglátod, minden kivirul a lelkedben, s illatos, s buja lesz. Úgy gondolom, mindenki egyetért velem abban, hogy sikerült megfelelnünk a mottónak. Három évszakon keresztül végeztük kötelességeinket, három hónapig digitálisan ment a munka, de most itt az ideje annak, hogy kivirul a lelkünk. Hogy feltöltődjünk, hogy pihenjünk, hogy más dolgokkal foglalkozzunk. Nagyon köszönöm a művésztanáraink, növendékeink munkáját, a sok-sok készülést, a szép eredményeket, amelyel emelik iskolánk ismertségét, elismertségét. Ez a délután, amikor megtörténik ez a rendkívüli ajándékozás, mégiscsak emlékezetes mindannyiunk számára. A költészet, a zene, a művészetek ismerik azt a titkot, melyel úgy tudnak hatni ránk, hogy elvarázsolnak bennünket. De meg is változtatnak egy kicsit, s másképp tisztában, nemesebben, érettebben és boldogabban tudunk tovább menni az úton. A közös úton. Ezzel a 2019-2020-as tanévet lezárom.